Csillagpont hírek. A Csillagpont rádió hírműsora. Jövő évtől nem kell megfizetni a személyi jövedelemadót egyes praxisok eladása után. Új közparkot alakítanak ki a tapolcai elágazásnál. Kapás van, nemzetiségi horgászversenyt rendeztek a holcsajon. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják. 2017. július 22-én szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Jövő évtől nem kell megfizetni a személyi jövedelemadót azon praxisok eladása után, amelyeket öt évnél régebben szerzett meg a házi orvos, jelentette be Unodis Szűcs Zoltán. Most őt hallják. A jövő évtől kezdődően nem kell fizetni praxis eladás után a, a, a házi orvosnak személyi jövedelemadót, akkor, hogyha öt évnél régebbi volt a megszerzésnek az időpontja, ahhoz hasonlóan, ahogy egyébként ingatlanvásárlás vásárlás esetén, hogyha valaki vagy az ingatlanját később, akkor a kettő különbözete nem számít bele a jövedelemadóba. Ezzel is szeretnénk gyorsítani azt a folyamatot, amelyben a generációváltás meg tud történni a kollégáinknál. Ugye a tavaly év végével lezárult az a folyamat, amelynek során 5 év alatt sikerült visszaadni a patikusok kezébe a magyar patikákat. Ennek a folyamatnak a végéről szeretnék beszámolni, ami azt jelenti, hogy nem nincs már olyan patika, amelyben a tulajdonos hatása történt volna meg, ahol mégis lenne ilyen azok, vagy öröklés miatt, vagy egyéb adminisztrációs problémák miatt áll még fent. Ennek a száma emlékeim szerint kevesebb, mint öt. És az is le lesz majd valószínűleg rendezve még ebben az évben. És ebben az ügyben azt gondolom, nagyon fontos volt a kamerának a az igen erőteljes álláspontja, hiszen rengeteg támadás érte ezt a folyamatot, azon az öt év során sikerült minden egyes problémát közösen megoldanunk. Az e erősíti a betegbiztonságot, mert az elektronikus felhőben tárolt vényeket nem lehet elveszíteni, és nem is rongálódhatnak meg, mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Unodi Szügy Zoltán egészségügyért felelős államtitkár hozzátette, az e a gyógyszerészek a betegnek felírt összes vényt látják a rendszerben, így arra is figyelmeztetni tudják a pácienst, ha két orvos egymásnak ellentmondó receptet írna fel. Már itt zajlik annak a tesztüzeme, hogy miként lehet papír nélkül gyógyszert kiváltani, miként lehet, hogy az orvos csak egy elektronikus térben, egy elektronikus felhőben ír egy elreceptet, egy elektronikus receptet, és utána azt nem lehet elveszteni, nem rongálódhat meg, nem ömölhet ki rá a kávé, nem tépődhet el, nem felejtődhet el, hanem egyértelmű, ha utána a beteg itt megjelenik és igazolja magát, akkor ezeket a recepteket megkapja. Hogyha esetleg két különböző orvos ír fel egymásnak ellenmondó receptet, a patikusnak lesz lehetőség arra, hogy erre figyelmeztesse akár az orvost, akár a beteget, akár önmagát tudja majd az ügyben eljárni. És sorolhatnám még az egyéb ilyen funkciókat. Azt kell érteniük, vagy látniuk ebben, hogy ebben a folyamatban annak a lehetősége, hogy valaki hibázzon, és esetleg valamilyen manőrt történjen, az közel nullára fog csökkenni. Új közparkot alakítanak ki a tapolcai elágozásnál nagyforgalmú utak, buszmegállók, gyorsétterem, benzinkút és élelmiszerüzlet is van a miskolci közlekedési csomópontban, ahol nap, mint nap több ezer autó és kerül utazó fordul meg. A Csabavezér út Csabai Kapu határolta területen idén nyáron képviselői alapja terhére közparkot alakított ki, Barta Gábor önkormányzati képviselő. A munkát hamarosan kezdik. Barta Gábor elmondása szerint a most még kitaposott ösvénynek tűnő részen közel 70 méter hosszan járdát építenek díszburkolattal. Virágokat, fákat ültetnek az óratorony körül, és két pihenőteret is kialakítanak. A területet, mint egy 125 méter hosszan korlát veszi majd körbe. Ez is azt szolgálja, hogy mindenki a zebrákon közlekedjen, és ne a négysávos úton vágjon át. A közparkban nyújtott információs szolgáltatások szintén az arra járók, illetve az utazók kényelmét szolgálják, hiszen lesz free wifi, az okos oszlopon segélyhívó és kamera, az MVKZRT a tervek szerint LED kijelzőt is elhelyezett. A közlekedési vállalatnak további fejlesztési elképzelései is vannak a közpark kapcsán, ezekről későbbre ígértek tájékoztatást. A beruházás hamarosan megkezdődik, persze az időjárás függvényében. Azt kérte a kivitelezőtől, Barta Gábor, hogy a közlekedésben ne okozzon fennakadást a munka, amit várhatóan a nyár végéig az iskola kezdése be is fejeznek. Addig is kérik a lakosság megértését és türelmét, mert az ő érdekükben készül az új közpark, hangsúlyozta Barta Gábor, aki képviselői alapja terhére fogott bele a komplex beruházásba. A fiatalok megnézték, hogy mi a rend a központban és a sejemréten. Számoltunk be erről korábban is híreinkben. Az iskolai vagyonőrképzésben résztvevő tanulók nyerhettek bepillantást a cég tevékenységébe. A Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium diákjai tettek ugyanis látogatást a közelmúltban. A Mirencek Vagyonvédelmi Kft-nél és a sejemréti strandra is ellátogattak. A fiatalok érdeklődnek a vagyonőri pálya iránt. Elméletileg jól megtanulták, de természetesen szükséges a gyakorlati oktatás és a gyakorlati feladatok megismerése, nyilatkozta Illés Ákos, a Mirencek Vagyonvédelmi Kft. vezetője a rendszek Vagyonvédelmi Kft-t azért alapították, hogy a város vagyonát, vállalatait folyamatosan magas színvonalon ellássa vagyonvédelmi szolgáltatással, illetve a városi rendezvényeken biztosítsa a rendet és a résztvevők biztonságos szórakozását. Ehhez az kell, hogy képzett vagyonőrök legyenek alkalmazásban. Azon fiatalok részére, akik nem szeretnének majd a rendőri hivatás felét tovább tanulni, azoknak a cég fog biztosítani vagyonőri állást, munkalehetőséget. Hogy milyen egy jó vagyonőr, van hozzá egy ok és egy rendészeti szakgimnáziumi végzettség, mindezek szükségesek hozzá. Persze tapasztalat, fegyelmezettség, alázat, kötelességtudat ugyancsak, a rátermettségről, ügyességről nem is beszélve. Többféle vagyonőri állás van, hiszen adott esetben némi túlzással ügyfélszolgálati tevékenységet is kell végezni. Ez emberfüggő a vagyonőri cég feladata, hogy a megfelelő embereket a megfelelő helyre tudja kiválasztani. Második alkalommal rendeztek horgászversenyt a Holcsajó horgásztavon a közelmúltban. 11 csapat indult, a helyi nemzetiségi önkormányzatok tagjai lelkesen versenyeztek ponty kárász törpeharcsa is került a szágba. Valaki kevesebb, valaki nagyobb példányt tudott felmutatni. De nem is a kilogram volt a lényeg, a jókedvet és a kitűnő hangulatot az átmeneti borult idő sem tudta megzavarni. A versenyt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, és képviseltették magukat a bolgár, az örmény, a lengyel, a német és a szlovák nemzetiségi önkormányzatok is. A 11 induló csapat mellett volt egy plusz, kisebb csoport. Három apró legény is büszkélkedhetett a nap végén, hiszen ők is kivették a részüket a halvadászatból. Kenik vágják a halfajtákat, aki hallaná őket igencsak csodálkozna, hiszen 6, 8 és 9 évesen rengeteget tudnak nem csak a halakról, de a horgászatról is. Büszkén mutatják először a kisvödörben található halaikat, majd egyikük ki is emeli az egyik jószágot, és szép magasra tartja, hogy jól mutasson a készülő fényképen. Társa rácsodálkozik, hogy barátja megmeri fogni a csúszós, pikkelyes élőlényt, nem mindenki szeret hozzáérni a fogáshoz, valakinek elég, ha kifoghatja és messziről nézheti. A lányok sem voltak azonban restek a versenyen, olyan bátorsággal kapták kezükbe az egyik ficánkoló halat, mint bármelyik felnőtt horgász. Ők egy igencsak nagy és különleges uszonyút fogtak, amire rendkívül büszkék. A legtöbb csapatnak sikerült halat fognia. Akiknek nem, azok sem szontyolódhattak el, hiszen apró vigazdíjban részesültek. A három csemetéből álló csapat külön díjat kapott, a legnagyobb halat a románó teátró csapata fogta 3,23 kg-mal. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont rádió híreit hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.